Sziasztok! Hagy mutassam be legújabb kiszerelésünket, a Party Keget, amit azért hoztunk el nektek, hogy otthon is tudjátok élvezni a csapolás vagy csapolcsör élményét. A kiszerelés az teljesen újrahasznosítható, szelektíven gyűjthető, és a kezdő csomagban, hogyha megrendelitek, akkor a kezdő csomaghoz kaptok egy ilyen csapoló szettet, és megmutatom, hogy ezt a csapoló szettet hogy kell használni. A dobozban darabokban érkezik ez a csapolószett, nekünk kell összeszerelni az alkatrészeket, de nem kell megijedni, mert nem egy nehéz dolog. Ez a patron tartója, ez maga a csapoló szelep, ez a szifon, ami belemegy az aljába, a hordó aljába, ez maga a csap, amin keresztül kifolyik a sör. Van még hozzá egy csapoló kar, ezt kell lenyomni, és ezzel jön a sör. És van hozzá természetesen egy leírás is, ami megmutatja, hogy hogyan kell összeszerelni, de megpróbálom most azért értelmesen elmagyarázni ebben a videóban. Illetve a doboz hátulján is található egy leírás, hogy kell összerakni. Megfogjuk a csapoló központi részét. Itt fontos, hogy ezt a CO2 reduktor tekerőjét, ezt a legkisebbre nullára állítsuk. A szifont, azt erre a fehér kiálló részbe kell rádugni, és akkor belecsavarni. Van ez a csapoló sörös rész, amin kijön a sör, azt itt az elejébe kell betekerni. És egyébként utána ugyanígy szétszerelhető az egész rendszer, és mindent el kell mosni, és utána föl lehet használni a következő hordóhoz. Ez pedig a kar, amivel a sört ki fogjuk így csapolni. És ez így bepattan innen oldalról, és akkor ezzel lehet csapolni. A hordót mielőtt csapolnánk, be kell rakni a hűtőbe, és jól le kell hűteni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor habzani fog. Hordó közepén van egy fekete ilyen kis pöcök, ezt fel kell hajtani, és akkor így ki lehet tépni belőle. Majd a csapoló szárat be kell rakni ide a közepébe, és egy határozott mozdulattal nem nyomni kell, hanem egy határozott mozdulattal így bele kell ütni. Majd ezt a tartó szerkezetet ezt rá kell pattintani a hordóra, és akkor utána kezdődhet a csapolás. Elején óvatosan megnyomjuk a kart. Az elején mindig egy kicsit habzik. De aztán beszokott állni a rendszer, mondjuk nagyjából az első pohár után, és akkor utána már szépen jön belőle a sör. Így ezt hagyjuk egy kicsit állni. Itt lehet látni, hogy már a tiszta sör jön. Amikor elfogyott a nyomás a hordóból, itt lehet látni, hogy az elején a hab jött, de a végén már tiszta sör jön. Amikor nem jön már, mert nincs a hordóban nyomás, akkor kell használni a patront, belerakjuk ebbe a tartóba, ez fontos, hogy el legyen zárva teljesen, a minimum legyen, és határozott mozdulattal gyorsan be kell tekerni, amikor érezzük, hogy szorul, akkor utána gyorsan, egy kicsit lefúj, nem kell megijedni, és akkor rajta van a hordón a patron, és utána nagyon finoman ezt tekerve, tényleg erre rá kell érezni, hogy mi a jó mennyiség, elkezdjük tekerni, akkor halljuk, lehet hallani, hogy megy bele a CO, engedünk bele egy kis nyomást, és akkor újra lehet csapolni a sört. Amikor megint azt érezzük, hogy nem jön, akkor egy kicsi széndioxidot ráengedünk. Erre tényleg rá kell érezni, hogy mennyire kell megnyitni, mennyit kell beleengedni, de nagyon jól működik a dolog. Az fontos, hogy tényleg hideg legyen a sörünk.
és akkor egészségünkre.